A tervezett idei karcagi állami közút felújítási programról egyeztetett csütörtökön a Városházán Szepesi Tibor polgármester Kovács Péterrel, a Magyar Közút megyei igazgatójával. Mint Szepesi Tibor elmondta, Karcagon nagyon sok országos hálózatot érintő közút megy keresztül, amely egyfajta átkelőhely, azaz az országos közúthoz ezen keresztül halad a városi forgalom. Karcagon nagyon sok országos hálózatot érintő közút megy keresztül, amely az ő megfogalmazásukban egyfajta átkelőhely. Tehát ami az országos közutakat, az egyik külterületi útat összeköti a másik külterületi úttal, és keresztül halad a városon, ezt hívják ők átkelőhelynek. És nagyon sok ilyen közút érinti gyakorlatilag Karcag belterületét. Többek között itt a mögöttünk látható Kisújszállási út, Deák körút, de ugyanide sorolhatnánk a Madarasi útat, a Püspökladányi útat, a Dózsa-György utat, a Széchenyi sugárútnak nagyobbik részét. Kovács Péter úrral, a Magyar Közút ZRT megyei igazgatójával egyeztettünk a lehetőségeinkről, és természetesen mindazon munkálatokról, amelyek Karcag városát érintik. De ha konkrétumokat kell mondani, akkor természetesen három nagyon fontos része volt a mai megbeszélésünknek. Az egyik természetesen azoknak a fontos csomópontoknak a javítása, amely mindenképpen szükséges. Nem is véletlenül állunk itt a Kisújszállási út, Deák körút sarkán, hiszen ez egy olyan csomópont, ami mindenképpen javításra szorul, de ugyanilyennek mondhatom a Kisújszállási út vasútút, és a vasútút Széchenyi sugárút kereszteződéseket, amelyet nagyon fontos minél hamarabb kijavítani. A másik része az természetesen további lehetőségek, amelyek közül kiemelt jelentősége van a Dózsa-György út lehetőleg minél hamarabbi felújításának, amely én azt gondolom, hogy teljes egészében a teljes pályaszakaszt kell, hogy érintse. A következő a kerékpárutaknak az egyeztetése, hiszen a most épülő kerékpárút egy része a Magyar Közúttal konzorciumban valósul meg a Széchenyi sugárút részen, tehát ott egyfajta előre gondolkodás is kell a kivitelezés kapcsán, hiszen ahhoz minden engedélyt a Magyar Közúttól kell, hogy megkapjunk. És természetesen, ha kerékpárútnál vagyunk, akkor óhatatlan a Karcag-Berekfürdő összekötő kerékpárútnak a mi hamarabbi javítása is. Mint Kovács Péter kérdésünkre elmondta, kollégáival azon vannak, hogy a kulturált közlekedést biztosítani tudják Karcagon. A baleset veszélyes kátyukat már javítják, a tél befejeztével maradandó megoldásként a hideg aszfaltos technológia helyett meleg aszfalttal javítják a tél okozta károkat. Kollégáimmal azon vagyunk, hogy a közlekedés tekintetében a kulturált közlekedést biztosítani tudjuk. Próbáljuk a ütőkártyukat, balesetveszélyes kártyukat itt a tél befejeztével kijavítani, helyreállítani. Maradandó megoldás majd az idő jobbra fordulatával tudunk megvalósítani, amikor is a hidegaszfaltos technológia helyett meleg aszfalttal tudjuk kijavítani a tél okozta károkat. Mindig a főutakról haladunk a mellékutak irányába, és ez a prioritás az, amit igazából szem előtt tartunk, ezt kívánja meg egyébként a országos közutak kezelési szabályzata is, és nyilván a forgalmi igények is ezt indokolják, hiszen ezeken az utakon közlekednek a legtöbben, és úgy haladnak kvázi a alacsonyabb rendű utak irányába a járművezetők. Tisztában vagyunk vele, hogy a kerékpárút állapota nem megfelelő és javításra szorul, így keressük annak a lehetőségét és a forrását, hogy az is felújításra kerüljön a közeljövőben.